It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. Ma este, ahogy te is mondtad, a Miss BGF szépségversenyt fogjuk megrendezni, ahol kiderül, hogy ki a legszebb BGF-es lány, illetőleg a PSF-nek a fél évnyitó partia követi majd ezt a szépségversenyt, ahol remélhetőleg minden főiskolás a lehető legjobban fog szórakozni, és így fog neki futni a következő fél évnek és szemeszternek. Részt vettél már más szépségverseny is, vagy ez az első? Nem, részt vettem már máskor is, 4 évvel ezelőtt a főiskolák szépén. Ott döntőbe bejutottam, illetve Miss Interneten is külön díjakat nyertem. 2010-es Miss Alpok Adri, akkor már a Meszegon megyei döntőjén második helyezést értem el. Mert még nem voltam ilyen versenyen. Ez az első. Ez az első még. Miért jelentkeztél erre a versenyre? Mik az elvárásaid? Szerintem minden lány azért jelentkezett, hogy győzzön, természetesen a fődíjért. 10 olyan lány van itt, akinek tényleg van esélye. Én egy olyan lányként jöttem el, hogy nem vagyok egy csont kollekció, tisztában vagyok a testi adottságaimmal, de én így szeretném megmutatni magamat. Nekem a legjobb barátom is itt van, úgyhogy rá neki szurkolok, de hát a legesélyesebbnek a rövid szőkehajú lányt tartom, meg a hosszú hajú vöröset. Hogy egész jó esélyekkel indulok, természetesen a többi lány is gyönyörű, úgyhogy nem tudom, izgalmas ezt elé nézzük. Az a lényeg szerintem, hogy önbizalmuk legyen, és azért van neki, hogy el tudják ők is adni magukat. Hát én reménykedem, hogy az első háromban benne leszek. Az első háromban benne leszek. Majd kiderül nem sokára. Mi a GFS képviseljük. Éppen azért vagyunk itt a fiataljainkkal, vannak különböző játékaink és vannak különböző szponzorációs platformja. Megnéztem a Miss BGF-eseket, ők nagyon jók. Voltak olyan szépségversenyek, ahol úgy néha azt éreztem, hogy nagyon jó van önbizalmuk, és az a fontos, hogy magukról mit gondolnak. És ha belülről jön egy sugárzás, az jó. Nem feltétlen szépségversenyre illő külsővel esetleg. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. Zsűrizni fogok. Márpedig nekem a feladatom az lesz, hogy figyeljem a lányok járását, testkultúráját, hogy hogyan mozognak magas sarkuba, hogyan mozognak esetleg mezitláb, hogyan áll rajtuk a ruha, hogyan tudják magukat tartani. Tehát ilyen táncos szemmel próbálom őket így mérlegelni, úgy körülbelül. Mesélj egy picit magadról, mit csinálsz mostanában, mik a terveid? Hogy áll a karriered jelenleg? Hát jelenleg készülünk nagyban a videoklipünkre, ugye a Bad Boysnak lesz most egy önálló videoklipje. Ennek a munkálatai folynak, ezt mindenképpen le kell forgatnunk március 10-ig, mert március 10-én én elmegyek Franciaországba egy 5 hetes turnéra, a mexikai nemzeti balett meghívása által, úgyhogy most ilyen világlátás van, mert kicsit olyan kicsit úgy kiszabadulunk, meg itthon is vagyunk, meg külföldön is vagyunk, úgyhogy úgyhogy most itt dolgozunk ezerrel, hála Istennek. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender.